Egy két héttel ezelőtti adományozási riport kapcsán megtudtuk, hogy mit szeretne Farkas Ricsi karácsonyra, és azt is, hogy kedvenc szuperhőse Pókember, most pedig a Jászkelet Nonprofit Kft. Jóvoltából a család megnézheti a Lehel Filmszínházban a legújabb Pókember filmet. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, Ez az élet első mozizása. Egyébként minden szerencsésen jött össze. Pókember nekünk is megvolt még, a film fizikailag, a forgalmazó is nagyon pozitívan állt hozzá, úgyhogy örülünk, hogyha ilyennel segíthetünk. Jó, köszönjük szépen! Ricsiék a Lehel Filmszínház Sára Sándor termében nézték meg a hétköznapjait, esetleg középiskolásként élő igazságosztó legújabb történetét, mely a család életében több mint 15 éve az első közös mozizás. Közben egy összefogás eredményeként a Perlaki reklámstúdióban készítették elő Ricsi idei karácsonyi vágyálmát és meglepetés ajándékát, melyet a Masni ajándéküzlet ajánlott fel a lurkónak. A felmatricázott forgó vitrínbe kerülhetnek majd a fiú szorgosan gyűjtögetett verdái. When my skin grows old, when my breath turns cold, I'll be thinking about you. About you. When my skin grows old, when my breath turns cold, I'll be thinking about you. About you. Összefogtunk a Perlaki Csabi barátommal, és mivel hogy tudjuk, hogy Pókember a kedvenced, Csabi, egy szóra, nézd mekkora képet na, nyomtatott neked. Tetszik? Igen. És a film tetszett? Mit Igen. szóltál hozzá? Jó volt? Milyen volt az első mozi élmény? Jó. Szuper. Igen. És mit szólsz ehhez, hogy megvalósult a karácsonyi ajándék, hogy itt van a pókemberes, verdás, világítós, forgós vitrín. Örülsz neki? Igen. Ezeket akarja belerakni, hát ez még édes kevés, még már kartonban is van minden, hogy küldenek neki, meg minden, úgyhogy, de ugye ezeket nem akarja kibontani, mert ezeket mind oda akarja belerakni. A sok kedves támogatónak hála szerte az országban lesz mivel megtölteni a vitrint, a bontott és bontatlan kis autók méltó helyükre kerülhetnek. Persze ez a meglepetés sokkal inkább a vágyott kategóriába tartozik, mint az elviselhető hétköznapokhoz hozzásegítő nagyobb anyagi támogatások. De utóbbiból is akadt újabb meglepetés, amit december 16-án vehetett át a család az Önzetlenül Farkas Ricsi kiért Facebook csoporttól a Picard Cirkusz előadásán. A gőzésnek a eredménye az 700 000 forint lett. Szintén tartsak kérdőképpen. Minket úgy tájékoztattak, hogy csak egy cirkuszi műsorra kell elmenni, és utána jött a meglepetés, hogy sok kedves önzetlen ember segített bennünket anyagiakba, így karácsonyra. Ami, megmondom őszintén, hogy nagyon nagy meglepetés volt, mert így erre nem számítottunk. Tehát én azt mondom, le a karappal a Reni, a Picardon, csak a Picard cirkusz és a rengeteg jó ember, amit tesz értünk, az egyszerűen hihetetlen. Tehát ugye ismernek bennünket nagyon sokan, és egyszerűen ez hihetetlen dolog, hogy ennyi jó ember létezik. Pedig a jó példa ragadós, és reméljük, hogy az lesz 2018-ban is, hiszen a család gondjai nem oldódnak meg csak úgy egy csapásra. Ez a néhány boldog pillanat pedig nagyon ráfért a sok viszontagságon átesett szülőkre, és It was almost love. It was almost love.